Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már hozom is képekben mai adásunk rövid tartalmát. Városi ünnepségen emlékeztek meg államalapításunkról Tamásiban. Lovasnap, ami több mint 6 évtizede van jelen Tamási életében. Az ozorai falunapon számos fellépő színesítette a délutánt. Vidéki alkotók szállták meg a pacsmai tavak környékét. Augusztus 20-ához kapcsolódva városi ünnepséggel várta az érdeklődőket Tamási önkormányzata. A művelődési központ szervezésében egy színes kulturális estnek lehettek a részesei a rendezvénytérre kilátogatók, ahol a polgármester ünnepi beszédét követően került sor a kenyérszentelésre és annak megszegésére, amit a Pántliga Néptánc Együttes, majd a Medinai Tambura Zenekar műsora követett. Tamásiban Szent István királyunkhoz és az új kenyérhez kapcsolódó ünnepen sokan gyűltek össze a rendezvénytéren, ahol a település polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy állami létünk gyökerei is első királyunkhoz köthetőek. Szent István korában a haza és a nemzet fogalmát a mai értelemben még nem ismerték, de állami létünk gyökerei első királyunkhoz köthetők. Nagyon lényeges, hogy az alapokkal tisztában legyünk, mert Szent István a magyar történelem legnagyobb, legjelentősebb uralkodója, az első magyar király volt. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, első királyunk nélkül most 2022. augusztus 20-án nem állnánk itt, mert nem lenne olyan nép, olyan nemzet, hogy magyar, olyan ország, hogy Magyarország. Az első király számos olyan alkotása, mint a megyék és az egyházmegyék ma is él. A legnagyobb holderejűnek mind a mellett kétségkívül az a döntése bizonyult, amellyel a kereszténység felvétele során a római egyházhoz csatlakozott. Magyarország ennek folytán maradt, máig latin írású és műveltségű ország, mindazokkal az alig számba vehető kulturális és politikai előnyökkel, amelyek ebből adódtak. Szent István volt az, aki először felismerte, hogy akkor tud Magyarország erős, sikeres és független lenni, ha a nyugati értékek és kapcsolatok elsődlegessége mellett békés viszonyt ápol a kelettel, és lehetőleg távol tartja azt határainktól. Szent István utódai közül azok voltak igazán nagy uralkodók, vagy kiemelkedő államférfiak, akik követni tudták ezt a külpolitikai irányvonalat. A mi dolgunk pedig itt Tamásiban, hogy a legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunkat. Mert ez a város a mi otthonunk, amely értelmet ad létezésünknek. Azt kívánom, hogy a jövőben is legyen elég hitünk és erőnk. Erőt is, hitet is, pedig leginkább államalapító királyunk tetteiből meríthetünk. Ez a hit és erő tette lehetővé, hogy a magyar állam, majd később a magyar nemzet megszülessen, harcai és áldozatai közepette, újra és újra felállva megmaradjon, erősödjön, jövőt építsen. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret, így államalapító királyunk emlékét megelevenítő gondolatok után a kenyér megáldására került a sor. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az 5 árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. A kenyérszentelést követően a kapos koppány menti viseletbe öltözött Pántlika Néptánc Együttes tagjai kínálták körbe a kenyeret a jelenlévőknek. Az ünnep alkalmából műsorral is készültek a tánc együttes tagjai. Thank you.
az augusztus 20-ai estét a medinai tambura zenekar koncertje zárt a Tamásiban. 63. alkalommal került megrendezésre a Tamási Lovasnapok, ami idén két nap is kínált programokat az érdeklődők számára. Az évtizedek alatt sok minden változott, de a helyiek és a környékbeliek a mai napig örömmel látogatnak ki az eseményre. A megszokottak szerint idén is volt díjugratás, és a fogatosok sem hagyták cserben a tamási közönséget, akárcsak az időjárás, hiszen a nagy eső elkerülte a rendezvényt. Megtelt élettel a Tamási lóversenypálya, ahol évtizedek óta gyűlnek össze családok, barátok, hogy közösen szurkoljanak az akadályokat leküzdő lovaknak és hajtóknak. Legrégibb tamási rendezvény. Most azon gondolkodtam, hogy a szüreti felvonulás nyilván régibb, de ott voltak különböző megszakítások, de Tamási Lovasnap 63. alkalommal kerül megrendezésre, és még a pandémia sem volt annyira erős, hogy ezt a rendezvényt felülírja, tehát az elmúlt két évben is, főleg tavaly előtt egy kicsit csökkentett tartalommal, de akkor is sikerült megrendeznünk a lovasnapot. Én azt látom, hogy tavaly is, de idén is nagyon sokan voltak kint. Nyilván az illúzió, hogy visszasírjuk a 70-80-as éveket, amikor nem csak a járás, hanem a megye, sőt a Dél-Dunántúl egyik legnagyobb rendezvénye volt a Tamási Nemzetközi Lovasnapok, hisz akkor sokkal kevesebb program, rendezvény állt az emberek rendelkezésére, akár helyben, akár itt megyei szinten nem voltak annyira mobilak az emberek. Most a szervezőkkel éppen arról beszéltünk azt, hogy nincsen rekkenő hőség, az a lovasnap szempontjából kedvező. És valóban kedvező volt nem csak az időjárás, a környezet, de az a sok program is, amit a szervezők összeállítottak a kétnapos rendezvényre. Úgy érzem, hogy a tavalyi évben is és az idei évben is a meghatározó díjugrató számok mellett a fogadhajtó verseny is erős volt. Sokkal több nevező van fogadhajtásban például, mint a tavalyi évben, és a lovas bemutatók, lovas show elemek is ismét megjelentek a programra, ami fontos is, és vonza a nézőket, érdeklődőket. Örülök neki, hogy nagyon sokan kilátogattak ismét ide a Tamási lovaspályára. Ezt a hagyományt mindenképpen meg kell őriznünk, nem csak azért, mert 63. alkalommal van augusztus 20-án lovasnap, hanem mert nemzeti ünnep, és nem utolsó sorban Tamási búcsú augusztus 15, de ezt mindenki augusztus 20-szal köti össze. Tehát ilyen nálunk nincs, hogy városnap Tamásiba, de lehetne városnap, akkor minden bizonnyal augusztus 20-a lenne. Kaposvári Horseman Lovasport Egyesület bírli a báját, immár egy évtizede. A működését a pályaüzemeltetésre vonatkozó szerződésüket meghosszabbítottuk. Az idei évben a város 2 millió forinttal támogatta a rendezvényt, plusz még egyéb kisebb-nagyobb munkálatokkal. Egy rendezvény kapcsán sok minden befolyásolható szervezéssel, csupán egy dolog nem, az időjárás, ami ezúttal támogatólag állt a 63. Tamási Lovasnapok mögé. Hát nagyjából azt mondhatom, hogy a szokásos programi szállítás volt, hiszen két szakágra épült a versenynap, vagy a versenyhétvége, díjugrató és fogadhajtó versenyek voltak. A délelőtt a díjugratóké volt, a délután, illetve az első program pedig a fogadhajtóké. Díjugratásban a két nap alatt 207 startot regisztráltunk, fogadhajtásban pedig azt tudom mondani, hogy a tegnapi napon lezárult akadályhajtásban 15 fogad versenyzett. A mai nap folyamán egy kombinált akadályhajtás lesz, erre 22-en jelezték részvételüket, de még ez a versenyszám hátra, úgyhogy nem tudjuk, hogy valójában mennyien érkeznek meg. Sajnos azt elmondhatom, hogy Tolna megyében nagyon gyenge a lovasport, már ami a díjugratást illeti. Fogadhajtók elég szép számmal vannak, de díjugratók nagyon kevesen. Hát ennek ellenére Tamási érdekeltséggel, annak ellenére, hogy egy szexár melletti egyesületben vannak igazolva a Völgységi Lovasklubba, innen négy fiatal is versenyzett, illetve a közeli Simontornyáról volt még három lovas. Rengeteg verseny van mindegyik szakákban, éppen a hétvégén egy Európa-bajnokság is zajlik fogadhajtásba a Fejér megyei Kisbéren, póni kategóriába fiatal hajtók részére van kiírva a verseny. Úgyhogy
azt gondolom, hogy jó eredményeink is vannak, nem csak hazai viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is egyre jobbak vagyunk, főleg a fiatal kategóriákban, fiatal lovasok kategóriáiban. Ez egy regionális szintű verseny, azért itt általában a feltörekvő nemzedék lovasai, illetve az ifjúsági lovasok mérjük össze tudásukat a magasabb szinten versenyző lovasok országos versenyeken, illetve nemzetközi versenyeken mérettetik meg magukat. Nem volt teltház, de sokan voltak, ami szerintem annak tudható be, hogy az idő megromlott, és sokan nem a Balaton választották, hiszen ott aztán végképp szakadt az eső, nem volt jó idő, úgyhogy ide, inkább ide kijöttek. Hát a mai nap ez soha nem, tehát a második nap az soha nem szokott olyan erős lenni a kilátogató nézők szempontjából. Összességében a két nap alatt olyan 1 millió forint körül volt a pénzdíj, amit kiosztottunk. Tehát nem egy magasan díjazott verseny, ami betudható annak, hogy nincs szponzor. A lelátón és a fák árnyékában helyet foglalók között sokan voltak, akik ki nem hagynák a nagymúltú tamási rendezvényt. Én a kezdetek fogva ilyen kis gyerekkoromtól járok ide a lovas versenyekre, hogy szinte évről évre. És hát szerintem lószeretet. Én még arra az időkre emlékszem szívesen, amikor ugye az egész pályán működött ez, és 2-3 napig 30-40 lovassal indultak számonként. Az egész megyébe majdnem, hogy körbejárjunk, majdnem minden versenyen ott vagyunk. Szépen megszervezik minden évben, amikor meg lehet, amikor a vírus ugye meg ilyenek nem játszanak közben, időjárás. Szerencsére idén is sikerült ezt megszervezni, baleset ne történjen, és mindenkinek jó szórakozást. A tamási lovaspálya nem csak a nagyhagyományú lovasnap alkalmából várja az érdeklődőket, ami idén már az 5. volt a versenyek sorában, legközelebb majd szeptember első hétvégéjén újra használatban lesznek az ugróakadályok. A települések életében fontosak a közösség formáló rendezvények, a legtöbb helyen van egy nap, ami a faluról, a helyieknek szól. Ozorán hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, hogy államalapításunk ünnepén kerül megszervezésre a falunap. Ilyenkor helyi és környékbeli fellépők lépnek a színpadra, akiket rendszerint sztárfellépő követ. Nem volt ez másként idén sem, de az időjárás a falunap átszervezésére kényszerítette a helyieket. Ragyogó napsütéssel számoltak az ozorai falunapra, de az időjárás nem így alakult, ezért a Szent István napi eseményt más helyszínen kellett lebonyolítani, de ott is örömmel léptek színpadra a fellépők. Hagyományőrző tánccsoportok lépnek fel, és mindig van egy sztár vendégünk, mert anélkül meg nem ünnepé az ünnepé, ezt mindig várják a lakosok is. Idén Notár Mérire esett a választásunk, még márciusban lefoglaltuk, hogy legyen meg a rendezvényünkre. Az értékár arány nagyon sokat nyom alatba, tehát amilyen kevés pénze van az önkormányzatnak, próbáljuk az olcsóbb árfekvésű fellépőket kiválasztani, de azért elfogadható legyen a közönség számára is. És ezért töltjük kulturális műsorral, karaokit tettünk, hogy a lakosok is hadd szólalhassanak meg, mutassák meg, hogy mit tudnak, meg bátran álljanak ki ők is a színpadra. Ne csak mindig a gyerekeket szólítsuk meg egy-egy rendezvény alkalmával, a szülők is álljanak ki nyugodtan. Eredetileg a piac téren terveztük, és talán polgármesterségem alatt ez az első alkalom, hogy át kellett hoznunk ezt a művelő házba, ezt a rendezvényt. Hát nagy nézőközönségre számítunk, remélem, hogy el fogunk férni, de sok jó kis helyen is elfér. A rendezvény keretein belül hirdették ki a település legszebb mini és konyhakertje címet. Az országos kezdeményezéshez évekkel ezelőtt csatlakozott Ozora. A legszebb konyhakertek országos rendezvényhez még 2017-ben csatlakozott a településünk, és azóta is minden évben folyamatosan megrendezzük. Most már 20 fölötti kert tulajdonos jelentkezik a versenyre, és főként az idősebb lakosság nevez be, de a fiatalabbak között is vannak résztvevők. Rendezett kerteknek kell lenni, és a szemlén való részvételt vállalniuk kell, hogy megyünk, szemlézzük, kétszer kell, ez a kötelező eleme a pályázatnak.
A település művelődési házában arra nincs elegendő hely, hogy a kulturális fellépők mellé minden egyéb, arra a napra tervezett programot beköltöztessenek, de azért a legkisebbek is élvezhették a délutánt. Gyerekprogramokat is terveztünk, és ahogyan engedi most az időjárás, meg is tudjuk valósítani. Az ugrálóváras most készülődik, halászat van még ezen kívül, valamint csillámtetoválás, amit nagyon szeretnek a gyerekek. A színpadi fellépők között természetesen helyiek is voltak. Az ozorai hagyományőrző tánccsoport mellett a színkör is készült erre a napra. Színkör az alkalomhoz illő népdalcsokrot állított most össze, és aztán a program további részében egy vidámabb tánccal is készültünk. Ez egy western tánc nyugdíjas módra. Minden hétfőn találkozunk a színkör megalakulása óta, ez már rendszerré vált 15 éve, de amikor valamilyen programra készülünk, akkor egy héten többször is összejövünk. Zene volt az, ami megfogott bennünket először, és akkor Erzsi, a kolléganőm, kitalálta egy koreográfiát, ami mindenkinek tetszett. Szomszédos települések hagyományőrző csoportjai is meghívást kaptak a falunapra. A falunap ugyan nem a tervek szerint sikerült, de a közösségépítő célját így is elérte a rendezvény. Az alkotás sokat adhat számunkra, legyen szó ennek bármely ágáról. Az ember ki tudja adni ilyenkor a felgyülemlett feszültséget, egy kicsit megjelenítve a műben a benne kavargó érzéseket. A legideálisabb, ha van olyan környezet, ami inspirálólag hat, illetve olyan nyugalmat áraszt magából, hogy ott csak is az alkotásra lehet koncentrálni. Így tehát nem is csoda, hogy a pacsmagi tavak természetvédelmi területét választotta egy csoport az elvonuláshoz. Az alkotáshoz elengedhetetlen a nyugodt környezet. Tamási környéke pedig számos olyan helyszínnel szolgál ehhez, ami az embert magával ragadja és alkotásra sarkalja. Nem is csoda, hogy nemrégiben a pacsmagi tavak természetvédelmi területét festők vették birtokba. Vannak a környező falvakban, városokban ismerőseink, akik a elmúlt néhány évben bemutatták nekünk ezt a helyet, ide vezettek minket. Én a Waldorf festés rajz szaktanár képzésen tanítok, és nagyon sok ismerősünk van Waldorf iskolákból, tanárok, szülők, és velük a év nagy részében együtt dolgozunk. És hát én tanítom őket, de hát sokszor együtt alkotunk, ezt úgy fogalmazom meg, és kerestünk helyszíneket, és ide jutottunk ebbe a kis paradicsomi környezetbe, ami azért nagyon alkalmas ugye festésre, mert igazán semmi nem zavar, meg csak a természet vesz körül. Héják, ölyvek, sasok, jégmadarak, egy kis csobogóvíz, nagy tavak, és igazán nagyon körülölel minket minden olyan, ami nagyon alkalmasat tesz arra, hogy a pedagógusokat, szülőket, akik családból szakadnak ki, egy négy napra lehet, hogy csak ennyire egész évben, ők egyszerre egy jó néhány napot tudjanak csak az alkotásra fordítani, mert ez akkor annyi mélységet ad nekik, az élménynek olyan mélységet ad, ami egész évre ki tud tartani. A táborba vidékről érkeztek alkotók, közöttük voltak olyanok, akik nem először fogtak ecsetet a kezükbe, de akadtak olyanok is, akik itt ismerkedtek meg az alapokkal. Csak az, hogy szeresse a művészetet, és legyen a művészet iránt odaadó, alázat, tehát a művészet hatalmas dolog, és hogy igazán az idejét, energiáját szánja rá, hogy szeresse. Van az a csoport, vagy az a néhány ember, aki hétköznap alkot velünk együtt, de nem önálló alkotó, és vannak azok, akik már önálló alkotók, akiknek már a karrierjükben is ez benne van, az életük a festészet. Tehát három csoport vagyunk, és hát így háromféle ütemben is kell kísérni őket, és mindenkinek más jelent, mindegyik csoportnak más jelent a szabadság, és az, hogy
mennyire szeretné, ha szabadon engednék, vagy mennyire szeretné, ha inkább adnánk neki, kínálnánk egy utat. Olyan utat kínálunk, hogy elsősorban találjanak kint is motivumot. Nyilván, amikor rajzolgatnak, keresnek egy kis jegyzetfüzettel, akkor a figyelem is más, mintha csak civilként sétálunk, hiszen birtokba kell venni a témát. A készülőben lévő képeket reggel ébredés után közösen elemezték a csoporttagok, mindenki elmondhatta benne, milyen érzéseket kelt a készülőben lévő mű. Kimondott terveink itt most nincsenek, a tábor végén kirakjuk a képeket, és mi együtt megnézzük, úgymond vissza, olvassuk őket, hogy mi foglalkoztatott minket, és hogy haladtunk végig egy folyamaton. Ez önismeret. Nagyon sok önismereti dolog derül ki ebből. Ez a magunk számára egy kiállítás. A pacsmagi vidék, a csend, a környezet magával ragadta a táborlakókat. Én eleve nagyon inspirálva jöttem, inspirálódva, de hát ez a környezet, tehát biztos nektek is feltűnt, hogy az ide vezető út az nagyon rusztikus, tehát az, meg a, hát a táj egyébként az nagyon, nagyon gyönyörű, de Viktornak a szavai, tehát Viktor, ahogy fogad minket már eleve, és ahogy ő a festészetről tud beszélni, az páratlan. Tehát bárki csak néhány mondatát meghallgatja, szerintem nem kell több, és már úgy az ember alig várja, hogy ezt elkezdje csinálni, hogy fessen és elkezdjen alkotni. 4 éve fogtam először ecsetet, Viktorral én tavaly találkoztam először, és azóta, amikor tudok, akkor tanulok tőle, és igyekszem így részt venni ezekben a programokban. Volt konkrét elképzelésem, az emberábrázolás, portré, figura, ilyesmi, ebben Viktor sokat segít. Tehát csináltunk erre gyakorlatokat csoportosan is, meg egyénileg is segít nekünk, úgyhogy környezet ide vagy oda, az gyönyörű, inspiráló. Én személy szerint én az emberábrázolás miatt nekem ez így fontos volt, izgalmas, és ez egy ilyen tábor van, ez nagyon jól. A gyönyörű környezetben fekvő Tamásit nem először és nem is utoljára látogatták meg a táborba érkezők. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!